Dr. Bejei Árpád professzor a város polgármesterét, dr. Toller Lászlót kérdezte. A Nádor szálloda Bécsnek, Széchenyi térnek tulajdonképpen egyetlen ékeskedő, majdhogy nem szégyene, 10 éve, 15 éve. Van-e róla konkrét elképzelés vagy kibontakozási lehetőség, hogy újra a régi pompájába szolgálja tulajdonképpen a pécsi polgároknak a közérzetét? Országgyűlési képviselőként kezdtem még foglalkozni a Nádor ügyével, magam is úgy tartom, hogy a város egyik szégyenfoltjává vált, és megdöbbentem akkor, mikor tavaly nyáron beléptem a Nádor épületébe, a galamtucok tisztábbak és rendezettebbek, mint ahogy belülről néz ki az épület. Szó szerint galambok lakják, ügyvédőrző szolgált őrizte akkor a megoldás. Az APVRT portfóliójába tartozik minden ellenkező hír ellenére a Nádor, állami tulajdon, és az APVRT egyszerűen nem tudta értékesíteni. Egyrészt azért, mert olyan 90 óta folyamatosan olyan építési előírásokat tartalmazott minden terv, amelyek vagy a befektető számára voltak teljesíthetetlenek, vagy pedig olyan költségekkel járt volna a felújítás, amelyre nem találtak befektetőt. Mélygarást írtak elő, parkolóházat írtak elő mellette. Teljesen világos, hogy ezek az egyeztetések vagy eredménytelenek lettek, hogy az értékesítést tették lehetetlenni. Tavaly nyáron felsejlett egy megoldás, a Hungár Hotels portfóliójába kerülhetett volna a Nádor szálloda, úgy, hogy a Hotel Stadionér cserébe megkapta volna egy befektető, és is Reyer úr, aki a Hungár Hotelsnek a tulajdonosa. Biztató tárgyalásokat folytattunk az ügyben. Időközben volt egy családi tragédia, Reyer úr családjába belassult ez a folyamat. Az APVRT-nél is, illetve az OTSH-nál fenntartások voltak. A Hungár Hotels visszavétele, illetve a Hotel Stadion visszavétele ügyében mindebből következett, hogy ismét kaotikus helyzet lesz. Biztató megoldás az, hogy az APVRT ismételten megkereste az önkormányzatot, értékesíteni kívánják, pályázat kiírására kerül sor az értékesítésre, de én továbbra is szeretném azt, hogyha más megoldásokban is gondolkodnánk. Pénteken találkoztam az APVRT képviselőjével, tehát időben jött a kérdés, és abban állapodtunk meg, hogy a város minden lehetőséget megad beépítési tervnél, a rendezési terv esetleges módosításával, a hatósági előírások könnyítésével ahhoz, hogy eredeti funkciója szerint állítsák helyre a Nádort, illetve hát a pályázat úgy kérdőjön kiírásra, hogy szállodai funkció mellett a tradicionális kávéház és söröző is megmaradhasson. Folynak a tárgyalások, élesbe fordultak, reményeim szerint a héten valamiféle végleges megoldás felsejlik, ez minden segítséget meg fog adni. Kinek adná tovább a stafétabotot? A Baranyi Gasz vezetőinek szeretném tudni azt, hogy milyen háttérrel rendelkeznek ahhoz, hogy a magasházhoz végre hozzákezdjenek, vagy van-e más szándék, mert az önkormányzatnak is lépni kell.